Szigetvári Krisztina és Fábri Olivia grafikus művészek mellett a kiállításon széles palettán mutatkozhatnak be a Talentum iskola képzőművész palántái. A hagyományos grafikai technikák mellett számos újdonsággal találkozhat a tárlatlátogató. Szabad kézirajzot, beállítások valós képek alapján. Ezek lehetnek csendéletek, forgástestek, lehetnek természetes formák, lehetnek apróságok, lehetnek hatalmas nagy dolgok, már ami a méretet tekinti. És aztán van egy nagyon kemény szakmaiság is emellett, ami mondjuk inkább a sokszorosító grafikát, a képzőművészetnek a tradicionális vonalát jelenti. Tehát így aztán látunk itt papírmetszetet, látunk itt linómetszetet, a grafit és a szénrajzok mellett. Aztán van egy tervező grafikai irányvonal, ami szintén egy fontos szempont volt, hogy megmutassuk, hogy a grafika nem pusztán csendéletek rajzolásából áll, és ebben a tervező grafikában mondjuk a könyvtervezés, borítók, CD bukletek, illetve plakátok is megtalálhatóak, illetve a falakon látszik, hogy tipográfiával, betűrajza, betűművészettel is foglalkozunk egy kicsit, és hát, hogy a gyerekeknek is kedvezünk, illetve a kisebb korosztálynak megmutatjuk azt is, hogy illusztrálással, illusztrációval, mesékkel is foglalkozunk, tehát próbálunk egy teljes képet adni. Szigetvári Krisztina nem csupán tanárként, hanem kiállítóként is jelen van a Városi Képtár által szervezett kiállításon a Gútai Galériában. Én egy rendkívül aktív és nagyon intenzíven dolgozó ember vagyok, de most azt az arcomat hoztam el megmutatni, ami kifejezetten gyerekeknek szól, amit már talán páran ismernek is a városban, ahhoz egy-egy rajzot még hozzátettem, tehát egy olyan részét talán próbáltam ide be a galériába becsempészni, amit a többiektől nem lehet látni, hogy még teljesebb legyen a kép. Világos Alexandra diák most leginkább a könyvborítók, plakátok tervezése iránt érdeklődik. Kiskorom óta nagyon szeretek rajzolni, és nagyon szimpatikus ez az iskola. Imádom a tanáraimat is, a grafikus és a rajztanáram is. Egyszerűen csodálatos tanárok. Több műfajt is kipróbáltam, most is folyamatosan próbáljuk. Eddig a képregény és a diploma nagyon tetszett. Igazából amit meg kell tanítania, azt eddig megtanította. Én továbbra is az ilyen könyvborító szerkesztés, plakát szerkesztés, én ezeket remélem, hogy megtanuljuk, mivel nagyon érdekelnek. A Városi Képtár által szervezett tárlat a Gútai Galériában május 22-éig tekinthető meg.